öltözve, énekel, verselés, zenés kísérettel mulattak a gyerekek a Pitypang óvodában Tolnán, ugyanis megtartották a Tök jó nap elnevezésű rendezvényt az intézményben. A kicsik több héten keresztül készültek a programra, ez idő alatt különböző módon dolgozták fel a Tök témáját. Közepébe lámpást teszek, mert csodálja minden gyerek! Sütöttünk, meg még lámpásokat készítettünk. És mit sütöttetek? Ilyen tökös sütit. Kertbe osjon a kis jóka, töpött fajna reggel óta. Húzta, melegre voltan, sütőtökkel összekocsan. Az ovisok megtanulták, hogy többféle módon is fel lehet használni a zöldséget. Köl formájú. És mi? Egy sárga sínű. Sütni. És mi? Tisnek kilakni. A résztvevőket zsíros kenyérrel, süteménnyel és teával kínálták az óvodában. Az intézményben már régóta hagyomány, hogy ősszel kicsik és nagyok összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. Azonban az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt csak zárt kapuk mögött tudták megtartani a rendezvényt. Most viszont nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy egy ilyen nagyobb volumenű programként újra megtarthattuk itt a szülőkkel közösen. Tökös projekttel készülünk a gyerekekkel, ez azt akarja, hogy több héten keresztül több témával dolgozzuk fel a magát a tököt, mint témát, ugyanígy a vizuális témában, környezet, matematika, mindenféle mozgásba is próbáljuk bevinni ezt a jelleget, úgymond, mivel az óvodánk programja is a projektmódszeren alapszik. Fél ötkor kezdtük el a programot, egy közös énekkel, verseléssel, utána a Parti Café zenekar tartott egy rövid kis táncházat, most viszont pályázati megvendégelésből tudjuk úgymond a szülőket zsíros kenyérrel, forralt borral és teával kínálni, és akkor, ha vége van a kínálásnak és a fogyasztásnak, akkor egy lámpás felvonulással szeretnénk a gyerekek örömét kicsit deríteni. Igazából, mivel tök jó napról van szó, ezért így a tökre próbálunk orientálódni. A lámpásaink is tökös fejekkel, illetve kicsit így a Halloweenbe is belenyúlva készültek, de mi tök jó napnak hívjuk, ezért szeretnénk ehhez egyelőre ragaszkodni. Nem gyanítjuk, hogy így a COVID-helyzet volt az, ami kicsit így a szülőket, illetve a vendégeket is úgymond visszatartotta, ugye a kimozdulásból, illetve a szabadidő programjainak a tervezéséből. Így azt gondolom, és úgy látjuk, hogy nagyon szívesen vesznek részt ilyen jellegű rendezvényeken, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Nagyon-nagyon várták, nagyon készültek rá. Ugye mind a hat csoportunk most már vegyes csoporttal működik, ez azt jelenti, hogy pici középsősök és nagyok is vannak minden csoportunkban. Ugye a középsősök és a nagyok már tudták, hogy miről van szó, hiába zárt körben tartottuk ezeket a programokat idáig az elmúlt két évben. Ettől függetlenül nagyon nagy lelkesedéssel várták, főleg azért, mert most ugye nyitott a családok előtt is. Az esemény zárásaként szülők és gyerekek lámpással a kezükben vonultak fel együtt Tolna utcáin.